Nagy iramban kezdte a mérkőzést a jóval pihentebb szolnoki együttes, ennek köszönhetően az első negyed végén 20-13-ra vezettek is Vojvodáék. A sérült gólveszett mérkőző szombathelyek azonban nem hagyták magukat lerázni, és a második etapban, főként távoli találatokra alapozva, először ledolgozták a hátrányukat, majd a 18. percben Norfleet trippeljával sikerült fordítaniuk. A félidő végjátéka viszont a tiszapartiak szája íze szerint alakult, így a nagyszünetben ők jártak előrébb 2 ponttal. A 40-38-as állásról kezdődő 3. 10 perc elején a sárga-feketék néhány pompás 3 ponttal újfent átvették a vezetést, ám a folytatásban már sajnos megmutatkozott a hazaiak hosszabb kispadja. Az olaj folyamatosan cserélve tudott frissíteni, míg Szrecskó Szekulovics csupán 7 embert tudott forgatni. Ez pedig végül döntőnek bizonyult, bár a fáradni látszó szombathelyiek Perl vezéletével az utolsó pillanatokig remekül tartották magukat. A Szolnak ugyan 82-76-ra megnyerte a derbit, de a Falkó játékosok emelt fővel jöhettek le a pályáról. Mi ma este érzem a végén, mert kicsi elfáradott a csapat. A másik a távoli dobás nem volt ilyen jó statisztika, és nagyon furcsa lehet mondani, de ma este tudunk dobni csak 2 büntető egész mérkőzés. Harmadik negyed volt 1 büntető, csak dobás, de utolsó negyed meg egy, nem tudom, de egy ilyen mérkőzés, de nem tud egy csapat kicsit többet dobni. Szolnok másik oldal 18 büntető, Falkó 2. Az egyik fél 3 győzelmiig tartó páros csatában az olaj vezet 1-0-ra. A két csapat legközelebb kedden 18 órakor Szombathelyen találkozik egymással. A mérkőzést az M4 Sport Televízió élőben közvetíti.